Plahi Attila vagyok, 26 éves, tőzsgyökeres, kóspalagi lakos. Születésem óta itt élek a településen, és most a legutolsó önkormányzati választáson Kóspalag polgármesterévé választottak. Hát ez az első napom, nyilvánvalóan nincsen még itt semmi, és hát megkaptam a kulcsokat a közintézményekhez. De nem szeretnék itt lenni majd egyedül, hanem kint szeretnék dolgozni a többiekkel. 2012-ben az ELTE környezettanszakára nyertem felvételt. Ott kristályosodott ki az, hogy szakmai szempontból mi az, ami engem így a települési szinten érdekel. Akkor egy nagyon kedves barátom, Szilágyi Alfrédnek az édesanyukája felajánlotta, hogy a 2002-ben alakult Pandal Egyesületet vegyük át mi fiatalok, és ezzel a friss szemlélettel próbáljuk működtetni tovább. A Pandal Egyesület egy helyi civil szervezet, főleg a patakpart menti rézsűs árkos részt nevezik Pandalnak. Ennek rengeteg szimbolikus jelentése van számunkra, ugyanis általában a legtöbb szemétszedés ott zajlik. Van egy hulladékos, úgynevezett nulla hulladék munkacsoport, és idén viszonylag szervezetten havi egy alkalommal gyűjtjük a zöld hulladékot, és ezt mi magunk komposztáljuk. Például ez lenne egy olyan projekt, amit úgy gondoljuk, hogy ebben a formában az önkormányzattal a későbbiekben összefogva ez egy még komolyabb és tényleg profi, akár mintaprojekt is lehet a későbbiekben. A következő ilyen löketet azt a szintén az ELTE mesterszakon a humán ökológia mesterszak adta, illetve a Corvinuson kezdtem el a közgazdász szakot, és itt fejlesztéspolitikával, vidékfejlesztéssel foglalkoztunk. Ez egy erős löketet adott ahhoz, hogy megismerkedjek olyan példákkal, jó gyakorlatokkal, amit átültethetünk a saját receptjeink alapján ide a településre. A diplomamunkámat egyébként polgármesterekből írtam, és rengeteg jó példát láttam az országban, és akkor fogalmazódott meg bennem igazán, hogy én erre képes lennék, és ezt most a koromra tekintettel, vagy nem tekintettel én ezt képviselni tudnám. Ugye én nekem nincs semmi egyik kifogásom se ellene, se a régi ellen. Én hát nem fiatal annyira, uh-huh. Tehát azért gondolom csak fogja bírni vinni. Hát nekem a bodásom volt. Tényleg? Oklahoma nénia volt? Igen. És már akkor is voltak ilyen ambíciói? Nem. Tündéri kis kölyök volt. Szerencsére nagyon békésen, nagyon tisztelettudóan oda-vissza zajlottak az önkormányzati választások. Korábbi vezetés rengeteg gyönyörű infrastruktúrális fejlesztést tett le egyébként az asztalra. Én négy pillért ragadtam meg. Az egyik a helyi gazdaságfejlesztés, a másik a közösségépítés, a harmadik az önkormányzatnak a működése, alapvetően annak a megváltoztatása, tehát hogy egy tanácskozó, nyitott önkormányzatot képviseljünk. És a negyedik az pedig a szelíd turizmus fejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés. Egy nagyon jó szemlélet az, hogy itt a helyi vállalkozásoknak és a helyi vállalkozói kevnek az ösztönzése egy kis település életében, ahol mindenki ismer mindenkit, ott jönnek csak ki igazán a saját érdekek. És ezek közt ezt a dinamikus egyensúlyt megtalálni, ez nem egyszerű folyamat. Erre egy nagyon jó módszer a közösségi tervezés, ahol megtanuljuk elfogadni a másik véleményét. Közösségépítésnél, mint olyannál, nagyon fontos szerintem az, hogy egy csokorba legyenek fogva az informális és formális civil szervezetek, az egyházközösségnek a kultúra közvetítő munkája, és minden más olyan csoportnak a létrejöttének a támogatása, ami szintén azt pörgeti be, azt eredményezi, hogy itt események, rendezvények valósuljanak meg. Ez egy 160 éves paveszáz, amiből egy vidék és közösségfejlesztési helyszínt és egy helyi múzeumot, tehát tájházat szeretnénk létrehozni. A tájházval a legtöbb embernek az jut eszébe, hogy egy rendkívül hasznos, de azért egy kicsit poros és unalmas helyszín. Na hát mi abszolút nem ebben gondolkodunk. A mi elképzelésünk lényege az, hogy igaz, ez egy múzeum lesz, de ennek a múzeumnak a fő célja az mindenképpen az lenne, hogy ráépüljön egy csomó minden, és hogy a tárgyak meséljenek, életre keljenek. Már olyan is elindult, amire mi Isten igazából vágyunk, hogy mondjuk a vályogvetést, a vályog tégláknak a készítését, azt az egyik helyi idős irányította, és abszolút ő vette át az irányítást az építészünk kezéből, aminek mi övültünk. Azt gondolom, hogy polgármesterként is fogom tudni folytatni itt a munkát. Az egyik legfontosabb közösségépítő szerepe van, ezért mindenképp szeretnék itt lenni az összes építős és közösségi tervezős alkalmon. Én úgy gondolom, hogy a polgármesterség az abszolút nem hatalom,
hanem ez egy szolgálat, tehát az embereknek a tulajdonképpen a 0-24 órás szolgálata. Attól, mert valaki ilyen tisztséget vesz fel, attól ugyanúgy ember marad, és ha ezt tudja éreztetni a munkája során, akkor szerintem sokkal jobban elfogadják őt is. Hiszen attól, mert valaki egy ilyen pozíciót ölt magára, az pont, hogy neki kellene inkább megtiszteltetésnek érezni azt, hogy ő az emberekért dolgozhat egy településen.